Jön a naprangadója, Anglia-Horvátország mérkőzés következik, hiszen a D csoport küzdelme is megkezdődnek a mai nap utolsó mérkőzésével. Anglia-Horvátország, a Nemzetek Ligája és a legutóbbi világbajnokság után most a két csapat összecsap egymásra az Európa-bajnokságon is. Azon a három meccsen egy döntetlen, egy horvát győzelem és egy angol győzelem mindig 2-1 volt, ugye a horvátok végül döntőbe jutottak azzal az angolok elleni győzelemmel, 2-1-es győzelemmel. Viszont most az Európa bajnokságon meglátjuk, hogy az a negyedik bizonyos meccs hogyan fog végződni. Itt a Wembleyben nem régen találkoztak, akkor 2-1-re Anglia nyert ennél meccsen. A csoportban majd a másik meccs holnap, a norvég cseh fogja nyitni a napot. Na de most nézzük akkor a csoport rangadóját és a harmadik játéknap rangadóját. Anglia, Horvátország, Londonból, a Wembleyből. Ugye ma esti meccs, úgyhogy jön az angol-horvát rangadó. Itt vannak az angol szurkolók. Itt lesz a döntő is majd a Wembleyben, ugyebár Pickford kezd majd az angol kapuban. Alexander Arnold, Maguire, Stones és Rose kezd majd a védelemben. Henderson, Dele Alli és Oxlade Chamberlain a középpályán. Elő pedig majd a Sterling, Kane, Rashford 3-as. Többek között Wardy most ezúttal a kispadon kap lehetőséget, a Leicester gólvágója. Zlatkodalics együttesében Livakovic kezd most. Rysajko, Jedvaj, Vida, Strinic a védők. Rakitic és Brozovic is a kezdőben van, illetve Rebic, Perisic között ugye Luka Modric az aranylabdás, elő pedig Andrej Kramaric kezd majd. VB után ugye visszavonult Subasic és Mandžukić is a horvát válogatottból, úgyhogy ők természetesen nincsenek itt. Viszont a meccs kezdődik, Anglia kezdte, úgyhogy lássuk, hogy melyik csapat kezdi jobban az EB-t ebben a csoportban, hiszen nagyon fontos ugyebár, hogy mind a két csapat esetleg három ponttal kezdje ezt a csoportot, hiszen azért ott vannak a norvégok és a csehek, úgyhogy természetesen mind a két csapat hatalmas esélyekkel indul neki ennek az EB-nek, hogy tovább is jön a nyolcad döntőbe, de azért mégsem szabad lebecsülni sem ezt a fiatal norvég csapatot, sem azt a cseh válogatottat, amely többek között az EB-s elejtezem az 5-0 zakó után visszavágott azért az angoloknak egy 2-1-es prágai győzelemmel. Modric közben a szélen, Modric beadja, és ott a gólhelyzet, gól! Rebic vezet Horvátország a 9. percben, jól kezdik a vendégek a mérkőzést. Mondjuk idézőjelben a vendégek, nem is Rebic, Kramaric a gólszerző. Az ő góljával tehát vezet Horvátország, Andrej Kramaric érkezett. Hoffenheim csatárának góljával, úgyhogy megszerzik a vezetést a horvátok, Kramaric. Itt Modric beadja, és ott Kramaric jön. Nem, ez azt hiszem nem Kramaric gólja lesz tényleg. Nem ő lőtt el, de a Kramaricé vezette át a horvát válogatott. Sterling hozhatja. Anglia-Horvátország 0-1 Kramaric góljával, szerintem a londoni közönsége sokkolta ez a bekapott gól. Henderson, Sterling, Kane lő, és lepattan. Livakovic. Stones, Ali, Rakitic, Modric, a Barcelona és a Real Madrid horvát középpályása, és természetesen a kezdőben Dalicnál. Rebic adja be. Ott egy fejes közben Pickford. Ugye a horvát válogatott a mi selejtező csoportunkat nyerte meg, ugye Horvátország West, Magyarországot, Szlovákiát és Azerbajdzsánt előzte meg. Az angolok pedig szintén megnyertek az ötfős csoportjukat. A csehek előtt Sterling vissza tudja tenni, ott a gólhelyzet, Ali!
Eltörte. Rose. Oxlade-Chamberlain. Ali. Nagy labda a Sterling gól helyzetben. Gól! Kiegyenlít Anglia. Sterling a gólszerző a 23. percben. Nem tartott túl sokáig a horvát vezetés. 1-1. Sterling. Eddig nagyon jó kis rangadó ez. Azért az esélyesek között, az EB esélyesei között azért természetesen titkos favoritként azért ott voltak az angolok is, vagy lehet nem is annyira titkosként, hiszen azért a VB-n negyedikek lettek, azért tegyük hozzá, egy VB-ezüstöt a horvátok szereztek, de azért nem szerepeltek rosszul a selejtezők során sem, úgyhogy bizony azért az angoloktól azért várnak idén érmet. Tehát a legutóbbi EB szereplése borzasztó volt Angliának, hogy a 8-5-ben Izland kiejtette őket. Azt nagyon nem érte meg jól az ország, ráadásul ugye a horvátok, a későbbi győztes portugálok ellen szintén a 8-5-ben kiestek, de hát ez egy vállalható veresség volt. Így is kiemelkedő volt ez a VB-jezést. Livakovic. Stones végzel a szabad rugást. Maguire. Alexander Arnold. Ali, Oxlade-Chamberlain, Kane, az jó, Oxlade-Chamberlain, lőhet Oxlade-Chamberlain, Livakovic hatalmas védése. A Dinamo Zagreb kapusa hatalmasat védett. Brusajko szerelt, Henderson szöglete. Maguire elő kifejelik, a kipattanó pedig Kramaricsé. Stones, Henderson, Rebic. Modric, jól tolja meg Luka Modric, Ante Rebic, Rebic, Modric, Modric még mindig Modric, vissza tudja tenni, Brozovic, tol egyet, Brozovic lő mellé! Óriási horvát helyzet maradt ki. Stones, Maguire, Alexander Arnold, Dele Alli, Oxlade-Chamberlain, Sterling. Ez volt a játéknap 6. gólja, úgyhogy összességében az EB 7. meccse. Ez most már. Holnap jönnek a D, illetve az E csoport küzdelmei. Kane beteszi, és majd május 5-én. Azaz kedden játszunk majd mi a portugálok ellen. Utána aznap még egy olasz Velszi meccs is lesz. Kéne, lövi kéne! Fölé megy. Talán megsúrolta is egy kicsit a felső lécet az a lövés. 2 perc a hosszabbítás az első fél időben. És itt a vége az első játékrésznek. Anglia-Horvátország 1-1. Hamarosan jövünk a folytatással. Horvátok kezdik a második játékrészt. Modric passzolja hátra Vidához, majd már kapja ott Brozovic és újra Modric. Perisic, Sterling, Modric, Rakitic, Brozovic, Modric, Strinic, Rakitic, Modric, Kramaric, Rebic, és hátra ér jól Rose, Rashford már, Henderson, Ali, Kane, volt ugye neki egy helyzet a fél idő végén, de az fölé ment, úgyhogy maradt az 1-1 a szünetben. A norvégok és a csehek, hogyha ez most X lesz, azért azt kihasználhatják a holnapi napon. Úgyhogy mondjuk valamelyikük nyerni tudna a másik ellen, Rashford közben. Rashford, jól tolja meg, Rashford! Beleblokkol két horvát. Livakovic. Pedig aztán Rashford nagyon kihasználta itt a futósebességét. Ante Rebic. Rebic. Ott adja meg Wyatt. Rebic. Kifejeli, kipattanó még ott lehet. Rebic a Frankfurttól a Milánhoz igazolt, és csak a télen vált be igazán, ott érzett rá a játékra, előtte nem nagyon. Dele Alli. Rashford, nem volt les! Nem volt les! Rashford, de les volt. Így utólag az éve fúj a játékvezető.
Nem mehetett tovább. Brozovic, Badej, csere. Tényi Edvány. Kén. Oxlade-Chamberlain, jó kiugratás, Ali! Utolsó pillanatban tudták őt leszerelni, Rose, Rashford, Brissaiko, szabadrugás Anglia javára. Rebic helyre jön Marco Piazza, cserél Horvátország. És Jesse Lingard váltja Marcus Rashfordot. A nézőként rálövi Livakovic kezébe. Delali. Oxlade-Chamberlain, Ali. Anderson, Rose. Ali. Kane. Stones. Oxlade-Chamberlain, Ali, Lingard, elveszíti Piazza, Modric, Rebic, Badej, Modric, az úgy jó lehetett volna, sikerül kirúgni a Stonesnak, Oxlade-Chamberlain, Badej, Kramaric, Kramaric elszánja magát egy lövésre, ez pedig Pickford bravúrja. Elsőre még a blokkba lőtt Kramaric, az ismétlés pedig Pickford védése lett. Még Kramaric lőtte a horvátok gólját az angolok és Sterling. Dyer Oxlade-Chamberlain csere. Modric erről kirúgják, Vida. Badej lő, és ebbe is beleállnak szöglet. A horvát tábor előtt rúghatnak szögletet majd a horvátok. Rakitic. Trippier jött Alexander Arnold helyére. Jön a horvát szöglet, utána egy fejes Pickford, hogy védte azt onnan ki? Szöglet megint. Rakitic. Ott a helyzet. És majdnem ott a vezetés. Hát Perisic nem tudta ő sem beemelni. Modric. Utószalagon jönnek most a horvát helyzetek. Modric, ezt kirúgják, kitessékelik, de még mindig ott van. Domagoj Vida. Modric. Perisic fordul be, ellövi Perisic. Jó blokk, újabb horvát szöglet. 6-10 a lövés arány Horvátországnak. Modric. Rövidre, gól! Az, hogy ment be. Perisic. Vezet Horvátországa 82. percben. 2-1 a horvátoknak. Jött be a szöglet, Perisic pedig ott valahol, valahogy belenyúlt, és így lett jó. 2-1 Horvátországnak, itt jön Modric szöglete, és Perisic ott áll és belenyúl. Betessékeli a labdát a kapuba. Jókor jó helyen, 1-2. Megint vezet Horvátország, és érett ez a gól bizony itt a második fél időben. Legalábbis nem is a fél időben, itt az utóbbi pár percben, mert rengeteg helyzete volt a horvát csapatnak. De még nincs vége, Harry Kane. Lingard, Kane. Kén még odalépnek neki, szabad rúgás, még az elég jó helyről Angliának. Rakitic is lemegy. Jött a helyre Pašalić, az Atalanta játékosa. Kén lövi a szabad rúgást. Kén lő fölé. Livakovic. Horvátország az EB-n is megverheti Angliát, és így Anglia nagyon rosszul kezdi ezt az EB-t. Most nem lesz döntetlen. Lingard, viszont még lehet Lingard. Les volt. Megint jóval később fújta be a játékvezető. Livakovic. Csúsztatás, Rose, Dyer, Dele Alli, Anderson, Kane vissza, Badej, Pašalić, Kramaric. Kramaric, ott kéri Modric, Kramaric, jó csere, Kramaric. Piazza helyzetben, Piazza ellövi! És lezárhatta volna a meccset, de mellé Pickford. Trippier. Henderson. És elakad Brissaikóban. Piazza. És itt a vége. Horvátország 2-1-re legyőzi Angliát, ráadásul idegenben, a Wembley-ben, a Londonban. És így győzelemmel indítja Horvátország Anglia ellen a
az Európa bajnokságot. Úgyhogy Anglia-Horvátország 1-2, én köszönöm a figyelmet. Hamarosan jön majd az út a Wembleybe című műsorunk, ahol elemezzük a mai játéknapot. A naprangadóját, tehát a horvátok nyertek a D csoportban.